két újabb településsel már 348 városa lesz az országnak, derült ki az augusztus 3 magyar közdönyből. Szeptember 1 ével városi címet kapott a Pest megyei Kiskullatszáza és a megyénybeli Nyírbogát amit egy 3000-es számú nyírségi nagyközség polgármestere 35 perc című műsorunkban beszélt az előzményekről. Elmondta több évtizedes álmuk vált ezzel valóra, a városi ranghoz ugyanakkor az infrastruktúrális feltételeknek meg kell lennie. Az elmúlt években ezeket igyekeztek megteremteni annak érdekében, hogy javuljon a helyiek életminősége és a szolgáltatások minél szélesebb körét megkaphassák helyben. Számunkra egy mérföldkő a település életében, hogy szeptember 1-től Nyírbogát város lehessen. Mi arra törekszünk, hogy egy Nyírbogát egy elhető kisvárossá válhasson. Mi azt gondoljuk, hogy a település életében új fejezet is kezdődhet, hiszen megnyilnak azok a pályázati lehetőségek is, ami eddig csak a városok számára voltak nyitva. Ilyenek a különféle topos projektek, vagy épp a zöldváros program pályázatai. A település vezetője bízik abban, hogy városávállásával tovább nőhet nyírbogát térségi szerepvállalása. Igaz, erre eddig is törekedtek tete hozzá. Itt működik ugye a kistérségnek a telephelye, ami egy térségi központá alakította Nyírvogátot. Itt a kelet Kistérségi Társaságnak vagyunk a központja. Ugyanakkor Nyírvogát közös önkormányzati hivatalt működtet. Ugye közös hivatalt működtetünk a Nyírdás településsel. És itt szeretném kiemelni, hogy Nyírvogáton kapott helyet a Kistérségi Líder Egyesület, ami a térségben egy jelentős, pályázati lehetőséget biztosít az itt élő emberek számára. A településen folyamatosan zajlik a hiányzó alapinfrastruktúra kiépítése. Továbbá az önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása, bővítése. A munkálatok a hivatal, az iskola, az óvoda és az idősek otthonának épületét is érintették. Emellett két csoportos bölcsöde is nyílt az elmúlt időszakban. A településen kialakították a Szociális Szolgáltatók Központot, amelyel a Szociális Alapszolgálat kerül új épületbe.